A zárt kőszínház és koncerttermekben folyó produkciók után a szabadtérben színpad nélkül nagyon más előadni, azonban ennek is megvan a maga varázsa, egyedi hangulata. Tudtuk meg Györfi Anna színművésztől, aki évek óta közösen járja az országot Kémindi Tamás harmonika művésszel. Az ilyen szabadtéri előadásokra épp azért nagyon érdekes eljönni, mert nem csak az a közönség jön, aki direkt azt a programot választotta, hanem a járókelők is, és ott is le tudjuk szűrni, hogy hány járókelő áll meg, hányat érdekel. És van, amikor egész sok, akár több száz is összeverődik itt a színháztéri programokon, azért ez gyakran előfordul. Úgyhogy én nagyon élvezem ezeket, mindig alkalmazkodni kell, mert például most azt hittem, hogy itt a színháztéren lesz színpad, de nincs, úgyhogy kár volt tűsarkú cipőt hoznom, mert nehezen fogok megállni ezeken a macskaköveken, de mindig alkalmazkodunk a helyszínhez természetesen. Ez már a harmadik közös fellépése a Zenemustra sorozat alkalmával Györfi Annának, Szélpál Szilveszternek és Kémindi Tamásnak. A repertoár megválasztása során mindenki a saját kedvére valót hozta. Igyekeztünk populáris maradni, mindenki hozta, amit ő szeretett volna, igyekeztünk volna egy sokrétű produkciót, azt hiszem 4-5 nyelven is énekelnek az énekesek a mai nap folyamán, úgyhogy én kifejezetten szeretem ezeket a mindent beleprodukciókat, hogy amit otthon találunk, azt belevágtuk, és így szerintem nagyon-nagyon érdekes crossover produkció tud lenni. A harmadik tag, Szélpál Szilveszter, a Szegedi Színház operaénekese. A zeneszületre most kapott először felkérést a Filharmónia Magyarországtól. A közös produkció igencsak sikerrel járt a pécsi közönség járókelők előtt. Örökzöld magyar slágerek, híres opera részletek csendültek fel 40 percen át a színház téren Pécsen.